Kedves egybegyűltek, nagy tisztelettel és szeretettel köszöntök mindenkit településünk kettős ünnepén, ahogy a meghívóban is olvashatták, 300 éves az iskola, az oktatás, a nevelés Zsámbokon, és most ünnepeljük azt, hogy Tóth tanár úrnak ismét megjelent ebből az alkalomból egy honismereti munkája, a zsámboki oktatásról, nevelésről, a palatáblától az internetig címmel. Külön szeretettel köszöntöm polgármester asszonyunkat, Holló Ilonát. És dr. Tóth József tanár urat, aki itt mindenes. Én, aki nem ismerne, Szigetinési Mor Rozália vagyok, a Zsámboki Bajzalenka Általános Iskolának az igazgatója. Ünnepségünk első részében
Fölkérem Holló Ilona polgármester asszonyt köszöntőjének megtartására. Szeretettel köszöntöm Önöket Zsámbok község önkormányzatának nevében, és ahogyan az iskolánk igazgatója említette, és idézte a meghívót, amit a jelenlevők nagy többsége is megkapott, a mai napon kettős ünnepségre jöttünk össze. Kétszeres ünnepélyünkre invitáltuk a jelenlevőket, amikor is iskolánk fennállásának 300. évfordulóját tartjuk, és bemutatjuk dr. Tóth József a Palatáblától az Internetig című könyvét. A 300 éves évforduló már tekintélyes múlt. Aki iskolát alapít, az a jövőnek dolgozik. Jól tudták ezt eleink is, hiszen megépítették és folyamatosan bővítették a tanulásnak otthont adó épületeket, a mi iskolánkat is. Amikor megemlékezünk és felidézzük elődeink alakját, számvetést készítünk és visszatekintünk a múltba. Az átélt emlékek történelmet, falu történetet idéznek. És hogy ez az iskola ma is áll, működik, betölti hivatását, nagyban köszönhető a távoli és a közelebbi múlt személyiségeinek, akik munkájukkal, törődésükkel karolták fel. A paravánokon bemutatott múlt pillanatait rögzítő képek, a Patkó stúdió szerkesztésében önkormányzatunk támogatásával elkészült iskola történeti könyv, mindannyiunk számára előretekintő, érdekes és tanulságos összehasonlítás. Előretekintő, mert hiszünk abban, hogy az iskola sok száz évig még eredményesen fog működni. De jól végezni a munkát, tervezni a jövőt csak akkor lehetséges, ha megismerjük a múltat. A mai ünnepségünkön tisztelettel adózunk azoknak, akik munkaszeretetükkel, hitükkel felvértezve haladtak és haladnak a nehéz úton. Akik a tanítványaik elől elgörgették az akadályokat, akik jó irányba fordultak, hogy a rájuk bízott diákok célt érjenek, rendelkezzenek szilárd értékrenddel, ismeretekkel, felelősséggel, tudják és akarják alakítani életüket, jussanak el oda, ahol a tanulni, tenni akaró embereknek rangja van. Az iskolai munkaszolgálat, a tanárság szolgálat. Aki a megbecsülést és elismerést keresi, azt gondolom, az ma már nem nagyon vállalkozik erre. Mert örömet csak annak tartogat, aki hivatásának tekinti, és kincset annak rejt, aki képes mást is észrevenni benne. Az igazi tartalmas nevelés folyamatosan odafigyel arra, hogy mitől más minden gyerek, megtalálja mindenkiben az értéket, a kincset. Az évszázadokon keresztül rendszerváltozásokat megélt iskola mai örökségünk. Ezzel a hagyománnyal, az élni tudással csak az rendelkezhet, aki méltó rá, aki az elődök példáját követi, a megkezdett utat folytatja. A 300 év múltját, történetét, úgy hiszem, a zsámboki Bajzalenke általános iskola magáénak vallja. Az elért eredmények is számottevők, hiszen a diákok, az innen elkerült diákok megállják a helyüket középiskolákban, egyetemeken, az országos szakmai versenyeken és műveltségi vetélkedőkön. A mi nemzedékünk felelőssége, hogy az utánunk jövőkkel megismertesse a múltját, megtanítsa tisztelni az elődöket. Ezzel táplálva az emberi méltóságot, nemzeti öntudatot, községünk iránti szeretetet,
hiszen ezek azok a gyökerek, amelyekből a büszkeség táplálkozik. Ezek nélkül, a gyökerek nélkül otthontalanul, tudattalanul sodródik mindenki. Mert azt gondolom, ez a bölcs mondás, hogy tanulj a tegnapból, élj a málnak, reménykedj a holnapban. Ez azt jelenti, hogy a tegnap és a holnap között megállásra kényszerít minket az ünnep. Az az ünnep, amely életünk ritka pillanata, amely mély és varázslatos rendhagyás. Legyen ünnepélyes, benne tánc, virág, ének, válogatott értkek, vérpesdítő, feledkezést nyújtó idalok, és mindenek felőtt legyen benne valami a régi rendtartásból, a hetedik napból, a teljes kikapcsolódásból, legyen benne áhítat és föltétlenség. Az ünnep az élet rangja felsőbb értelme. Készüljünk föl rá testben és lélekben, ahogy Márai Sándor is mondja. Kedves ünneplők, ezekben a pillanatokban meg tudjuk érteni valamit, hogy az örökkévalóságból, a múlandóságból is itt maradt nekünk valami. Minden, ami velünk történik, a pillanat része, de minden, ami bennünk zajlik, az a számunkra az örökkévalóság. És ezért is fontos, hogy megéljük, átéljük és átlépjük az ünnep pillanatait. Gondoljuk végig, hogy mit is tanultunk a múltból, és gyarapítottuk-e az örökséget. Ilyenkor mindig lezárul egy korszak, átéljük a pillanatot, és feltöltődve tekintünk a jövő felé. A jövő felé, ami egy új korszakot jelent. Emlékezzünk szeretettel azokra, akik gyarapították, éltették, fejlesztették, jó hírét keltették iskolánknak. Tisztelettel és figyelemmel gondoljunk azokra, akik már nincsenek közöttünk. Dr. Tóth József tanár úr visszaemlékezése hitelesen idézi fel 1712-től a zsámboki iskola történetét, községünk életét. A helyi oktatási kulturális központot, amely a falu közösség fennmaradását biztosítja, őrzi kultúráját, örökségét. Az első zsámboki iskolamester, alsó Lendvai Ferenc, Bíró Pál kántor tanító, aki kedvező kölcsönökkel bővítette az iskolát, Ében Mihály plébános, akiről tudjuk, hogy az első magyarországi számológépet találta fel, Janda igazgató úr, aki a zsámboki népszokásokról megírta a könyvét, Cserjési Sándor, Bankó János, Györe Béla tanítók, akik a gyöngyös pokrétás mozgalmat indították el, néhányan csak a példaképeink közül. Cseke Ferenc és Farkas Mihály igazgatók idejében szerveződtek a színi előadások. Dudás Józsefné tanítóigazgató 36 év szolgálati idejében épült meg az étkező, a tornaterem. Farkas Tiborné igazgató 13 szolgálati év idejében készült el az aula és az emeleti tantermek. Szigetiné Simon Rozália jelenlegi iskolaigazgatónk, aki 20 éve pedagógus az intézménynek, 6 éve igazgatja iskolánkat, amikor is az intézmény teljes egészében felújításra került. És köszöntjük az intézmény valamikori pedagógusait, minden dolgozóját, minden régebbi dolgozóját, minden dolgozóját, aki segítette a pedagógusok munkáját, akik segítették és felkészítették a gyerekeket a család mellett arra, hogy hogyan is kell viselkedniük a hétköznapokban. Szeretettel köszöntöm azokat a jelenlevő pedagógusokat, akik az elmúlt években hosszú ideig ténykedtek iskolánkban.
Szeretettel köszöntöm Tóth Mihályt, aki 36 évig szolgálta ezt a hivatást, Mayer Ferencnét, akik 29 évet töltöttek iskolánkban. Tudás Józsefné tanító, igazgató 36 évig volt ennek az intézménynek vezetője, pedagógusa. Farkas Tiborné pedig említettem 13 évig, és Szigetinné Rozália ebben az esztendőben 20 éve pedagógusa intézményünknek. Szeretettel köszöntöm azokat is, azokat a pedagógusokat, akik a mai nap még az iskola tantestületét alkotják, és úgy gondolom, hogy ezeket az éveket, amelyek ők itt hálásan és odafigyelve, őszinte hitvallással végeznek, a jelenlegi ünnepségünkön meg kell említeni. Köszöntöm Volosznyi Őszi Erikát 20 éves szolgálatával, Tóthné Kisjuhász Editet, aki 12 éve dolgozik itt, Seresné Velkai Bernadett 11 éve, Vaskóné Vas Edit 8 éve pedagógus az iskolába, Péter Lászlóné 31 éve, Nagy Zsuzsa 13 éve, Lázárné Botmária 30 esztendeje, Szilágyiné Márkus Mária 14 éve, Drabos Sándorné 19 esztendeje, Lapo Mártika 29 éve, Horváth Melinda 9 éve, Turiné Palóc Henrietta 9 éve, és Langer Mártika 11 esztendeje az intézményünk pedagógusa. És elérkeztünk egy olyan pillanathoz, amikor nem említettem jelenlegi pedagógusaink között a nevét, de szeretném kérni a jelenlevőket, hogy egy perces néma csendben felállással emlékezzünk Turányékné Mészáros Máriára, aki 37 évet töltött iskolánk falai között, a második osztály Magdika nénie, aki az elmúlt napokban 56 évesen eltávozott. Köszönöm szépen. Nem utolsó sorban, de szeretném nagy tiszteletünket és nagy szeretetünket, nagy szeretetünkkel köszönteném egy kedves tanítónénit, mindannyiunk tanítónéniét, tanárnéniét, aki 46 évet szolgált az általános iskolában. Ellen ő az egyedüli, aki több rendszerváltozást végigélt. 1944-ben jött az általános iskolába, de már családja, szülei, férje az 1930-as években egyházas faluról ide került a településünkre. Györe Béláné, Guszti néni, Guszti tanítónéni, akit nagy szeretettel szeretnénk üdvözölni, és nagy örömünkre szolgál, hogy még jelen van közöttünk. Ő az, aki pedagógusként és a település életébe aktívan bekapcsolódva, még nem olyan régen is a Zsámboki Gyöngyös Bokréta mozgalmat fölkarolva, a Zsámboki Népi Együttest vezetve, és a zsámboki hagyományokat őrizve tovább gondolt erre, és segítkezett ebben a falunak. Szeretettel köszöntöm, és tanárnéninek tiszteletünk, szeretetünk jeléül szeretnék egy virágot átadni. Nagyon jó egészséget kívánunk Györe tanárnéninek, és szeretnék még az elkövetkezendő ünnepségeket, ünnepélyeket is együtt megélni. És utoljára hagytam azt a köszöntést és azt a köszönetet,
ami miatt a mai ünnepünkön és a mai napunkon találkoztunk. A kétszeres ünnepségünknek a második részeinek apropóját adva, dr. Tóth József tanár urat, aki településünk helytörténésze, hogy így mondjam, településünk történetének ismerője. Ő az, aki nem pedagógus létére, nem a Zsámboki általános iskolában tanított, de születése óta, a csecsemő kora óta, ahogyan ő mondja, a településhez kötődik. Általános iskolai tanulmányait itt végezte, és ahogyan a könyvben visszaemlékezésként gondolunk rá és említi, Domán Pannika néni a kórus tanyáról kisgyerekként őt a hátán hordta be az iskolába. Ezek a visszaemlékezések, és az, hogy Tóth tanár úr mindig magáénak tekintette a települést, mindig magáénak vallotta az általános iskolát, hogy soha nem feledkezett meg rólunk, hogy ő folyamatosan kutatta a településünk történetét, kereste, és felkutatta, és összegyűjtötte az archívumokat, összegyűjtötte azokat a képeket, amelyeket itt is láthatunk, és megjelentek a kiadványban is. Nagy szeretettel adózunk annak, hogy ő nem felejtett el minket, megalapította a Tóth Alapítványt, hogy megírta a Zsámboki krónikát, hogy kiadta a Davaj-Davaj könyvet, hogy a Frontélmények gyermek szemmel című kötetét kiadta, és emlékezik szeretett szülőfalujára. Hogy amellett, hogy ő Budapesten a Tájakkorok Múzeum mozgalom vezetője, hogy megalapította a Kossuth Szövetséget, hogy az ezüstfokos vándordíjat létrehozta, és még sorolhatnám nagyon-nagyon sok elfoglaltságát, hobbiát, amelyet ő teljes mértékben 100%-kal végez. Ennek tiszteleteként szeretnénk megköszönni, hogy megírta és vállalkozott erre a könyvre. Ha a tanár úr fele figyelek, akkor nem szok a mikrofonba beszélni. Hát nagy szeretettel köszönjük, hogy ezt a könyvet megírta, és soha nem felejt el minket, nagyon jó egészséget kívánva. Szeretném átadni Balogné Kegyes Loncika alkotását, mert hiszen már olyan tárgyat, olyan emléket nem tudunk adni a tanár úrnak, ami Zsámbokot jelenítené meg, de még ez az egy megmaradt, mert Zsámbokra jellemző az is. Balogné Kegyes Loncika alkotása az a tök, ami itt van mellettem, és a Zsámboki iskolát, a 300 évet ábrázolja, a 300 évre emlékeztetve erre a mai ünnepélyes pillanatra, amikor ilyen nagy számban megjelentek a kettős évforduló, kettős jubilómi tiszteletére. Hát köszönöm szépen, hogy eljöttek. Köszönöm szépen a figyelmüket. Nagyon jó szórakozást kívánok a mai napra, és nagyon kedves visszaemlékezést a későbbiekben, a dedikáláson remélem mindenkit marad, és nézzék végig ezeket a képeket, amik a paravánon elhelyezésre kerültek. Jó szórakozást kívánunk a mai naphoz. Minél kisebb egy település, annál igazabb az, amit most mondok. Minden helységnek az iskola, a dobogó, élő szíve, a gyermek zsivalja, a lakacajával. És azt hiszem, hogy mi mindannyian tudjuk azt, hogy addig élünk, amíg ez a szív dobog. Nagyon vigyázzunk erre a szívre, hogy még sokáig doboghasson. Fogadják szeretettel az általános iskolások műsorát, testnevelő tanárnő kolléganőm Turiné Palóc Henrietta fogja moderálni. Fogadják szeretettel az első osztályosok verses összeállítását, az első iskolai élményekről, a betűvetés rejtelmeiről,
betanította Tótné Kisjuhász Judit osztálytanító. ABCD, furujázik Kókai Dóra és Rágyel Kitti negyedik osztályos tanulók. Zongorán kísér tanáruk Volosznyi Őszi Erika. Betűt vetni megtanultam, itt-ott kemény harcot vívtam, sorai közt botladoztam, de az úton nem lankadtam. Ismerkedek ível óval, barátkozom a hangzókkal, a meséket elmondókkal, ki tudja hány furcsa szóval. Év végére többet tudok, már is büszke, boldog vagyok, szorgalmasan olvasgatok, ha kell játékot, ott hagyok. A tudásból öröm fakad, biztos pajtás te is magad, bár az idő siet szalad, mit megtanulsz, tied marad. Glück, boldog lelkek tánca. Balog Enikő 8. osztályos tanuló fuvolázik, zongorán kísér Farkas Lajos. Iskolájukat köszöntik verssel Gódor Fanni, Püspök Ágnes, Rágyel Kitti, Németh Klaudia negyedik osztályos tanulók, valamint Kányádi Sándor Kicsi legény nagy tarisznya című versét elmondja Püspök László és Majzik Bence negyedik osztályos tanulók. Szavak csodája, betűk varázsa, tudás hatalma, nagy szavak.
Ami mögöttük van még nagyobb titok, megismerkedni velük ámulattal indulok. Iskolába megyek, belépve a tudás kapuján, velük egyenként megismerkedek. Várom a csodát, átélem a varázslatot, a tudás hatalmára éhezve iskolába indulok. Ámulattal szemlélem, mi forog köröttem, betűk varázsa, szavak csodája. Általuk a feltárt titok valósággá lesz, s belőlem ezeknek ámulat nélküli tudósa lesz. Kányádi Sándor, kicsi legény, nagy tarisznya. Horga sinomat verdesző, verdeső, tarisznyámban palavesző. Palavesző és palatávla, így indultam valamikor legelőször iskolába. Le az utcán büszkén bátran lépdeltem a tarisznyámmal. Hova viszed ugyan biza azt a legényt, a tarisznya? Tréfálkoztak a felnőttek, akik velem szembe jöttek. Máskor pedig ilyen formán mosolyogták a tarisznyám. Éhes lehet a tudásra, akinek ilyen hosszú, ilyen nagy a tarisznyája. De én csak mentem még büszkébe, míg az iskoláig értem. Az iskola kapujában gyökeret vert a két lábam, s álltam ott, míg bátorító szóval nem jött a tanító. Gyere, fiam, gyere bátra, kézen fogod bevezetett, emlékszem, de melegem lett. Évek teltek, múltak, de még most is érzem, olykor-olykor jó tanítom meleg kezét. Weiner Leó Rókatán című négykezes zongoradarabját előadja Hudoba Márta, 7. osztályos tanuló és tanára Farkas Lajos. Thank you.
Burai Valentina, Somodi Tamara és Kókai Dóra negyedik osztályos tanulók verset mondanak. Károly, a mi tanyai iskolások, betűt vetni porban kezdtél, öreg szülét tanított, hibánta, hogy az ABC-t tudod-e vagy nem tudod. Az iskola messzi volt, apró csizmát sose volt. Annélkül is lehetsz béres, bojtár, zsellér és cseléd, minek nagyon megnövelni a falusi cseppeszét. Messzi volt az iskola, nem juthattál el oda. Lehetsz most már orvos, mérnök, tanár, bíró, tanító, tanulj pajtás, így lehetsz majd másokat is tanító. Tied már az iskola, egyenes az út oda. Kezedbe teszem a könyvet, hogy vezessen a sűrű ködben. Kezedbe teszem az átlátszó kristályt, hogy lásd a szépet, keresd a tisztát. Kezedbe teszem a gyertyalángot, világítsanak, aki bántott. Kezedbe teszem a szőtt takarót, takard be az árván fázót. Kezedbe teszem a fénylő kulcsot, hogy meleg legyen, s várjon az otthon. Indulj hát, s hívd magaddal a gyerekeket, hogy kezükbe tehessd a szeretetet. A második osztályosok népi játékot adnak elő, betanította Fehér Erika, táncpedagógus.
Jártam ott, de nincsen. Gá! Mi zörög a padláson? Ölök a padláson! Megnézhetem? Nem! Itt vannak a lúdjai! Gá! Sok lúd disznó győz! Nem disznót, farka! Gá! Minden felnőtt volt egyszer gyerek. Hallhatjuk az 5. osztályosok játékos táncos összeállításában. Betanította Drabos Sándorné és Nagy Zsuzsa pedagógusok. Pár éve még, vagy régebben talán, a nézőtéren ült egy fiú és egy kislány. Még nem ismerték egymást, csak hallgatták a dalt, és néhány sor a kis szívükben nagy vihart kavart. Mert arról szólt a dal, hogy eljön az idő, amikor majd minden rossz gyerek nagyra nő. S ha nem tanulja meg, hogy hol van a határ, romba dönt majd mindent, ami körülötte áll. Minden felnőtt volt egyszer gyerek, és az új gyerek sereg. Többet jobban törődjetek velünk, mert eljön majd a nap, amikor mi is felnövünk. Ha nem neveltek jól, akkor majd rosszabbak leszünk! Felnőtt ma már a kisfiús a lány, láthattad őket egymás oldalán. Hogy mellettük ő néhány új kisgyerek. És itt vannak ők, sokat megélt szülők, kik mindig elmesélik, miként volt az erő. Remélem tudják ma már, hogy hol van a határ, hol minden józan ember bölcsen megáll. Minden felnőtt volt egyszer gyerek, és felnő majd az új gyerek sereg. Az iskola záró műsorszáma következik. Az énekkarosok tanárukkal Volosznyi Ősz Jerikával énekelnek. Van egy ország, ahol álmomban jártam, Magyarország. Van egy ország, ahol álmomban jártam, Magyarország, ahol az arcodban láttam a magam arcát. Az ölelésben bőség, az igaz ügyben hűség voltál. Én ezt az arcot már őrzöm, Magyarország, hiszek az álmomban egy a szívemben írva, Magyarország. Te vagy a lelkemre bízva, Magyarország. Hát te vezess most engem, és amit meg kell tennem, segíts. Legyél a holnapban rejlő bizonyosság, így csak az életem bízom rád.
is megfordul haza hozzám. Velem az ősök kérnek enged, hogy benned éljek tovább. Ahogyan ők élnek bennem Magyarország, milliók áldása szálljon rám. Velem az ősök kérnek enged, hogy köszöntő műsorunk után fölkérem dr. Tóth József tanár urat könyvének rövid bemutatására. Tanár úr, jó. Kedves vendégeink, ilyen sok szép gondolat után nehéz megszólalni, bár nekem nem esik nehezemre, hogy beszéljek nagyobb társaság előtt. Most mégis olyan nehezen tudok indítani. Hát először is a község vezetőségének szeretném megköszönni ezt a rendezvényt, és nem csak ezt a mai napot, hanem az elmúlt éveket is, meg évtizedeket is. Ahogyan az utóbbi években Holló Ilonka patronálja a nevelésügyét ugyanilyen eredménnyel és segítőkészséggel találkoztam akkor, amikor Kókai Zoltán úr volt a polgármester, és emellé mindjárt oda kell tenni azoknak a pedagógusoknak a segítőkészségét is, akikben van fogadókészség, hogy a hagyományápolást folytassák, hogy a nevelést lényegében komplex módon értelmezzék. Ne szűkítsék le csak a szakórák oktatóanyagára. Sokat lehetne erről a témáról beszélni a könyv kapcsán is. Engedjék meg, hogy azért egy-két vallomásszerű dolgot is elmondjak. Én magam is 15 évig is tanítottam általános meg középiskolákban, utána meg tanfelügyelőként és művelődésügyi osztályvezetőként, ugyancsak kapcsolatban maradtam az oktatás üggyel. És azt mondom, hogy nagyon igaza van annak a kínai ezer éves mondásnak, amelyik azt mondja, hogy az az ember, aki egy évre tervez rist ültet, aki 10 évre az fát ültet, aki meg embert nevel, az 100 évre előre tervez. De jó lenne, hogyha a mindenkori kormányok ezeket az ősi bölcsességeket se felejtenék el. A másik, hogy gyakran mondjuk, hogy XY pedagógus vagy szakember ennyit meg annyit áldozott erre meg arra az ügyre. Hát kérem, az én munkakönyvemben is úgy szerepel, hogy 42 évi munka után mentem nyugdíjba, de én azt mondom, hogy részemre
Ez a 42 esztendő nem áldozat, hanem élvezet volt. Engem azért fizettek, amíg tanítottam, mert játszottam a gyerekekkel. A történelem órákon is, meg az úttörő foglalkozásokon is, meg egyéb rendezvényeken is. És vallom most is, hogy akinek nem élvezet, annak csak robot lehet az oktató munka is, mint minden más. És ezt nem csak én vallom így, és ehhez kapcsolódóan azt is ide kell elmondanom, hogy a könyv címében is benne van, hogy palatáblától, a régi hagyományoktól indulunk el. Ahogyan polgármester asszony is elmondta szép magvas gondolataiban ennek a jelentőségét, meg igazgatónő is utalt arra, hogy a település lelke, szíve, az iskola nem létezik anélkül. Nem véletlen, hogy az iskola régi latinos neve alma mater. Ezt tudják, hogy mit jelent? A nevelő anya szórul szóra. Mert minket legalábbis szellemi értelemben az iskolák nevelnek. De az iskolák, ugye azok csak falak, meg eszközök. A lelke az iskolának a pedagógus. Amilyen lelkes pedagógusok itt is vannak, amiért az ember szívesen jön ide mindenféle rendezvényre. És ezzel kapcsolatban a másik, hogy Zsámboknak az adottságai révén szinte kötelessége a hagyományaink ápolása. Olyan palóc település vagyunk, amelyiknek a gyerekeibe tudatosítani kell, hogy nekünk büszkének kell lenni a palóc tájszólásunkra, meg erre a csodálatos népviseletre, amit már évtizedekkel előbb fölfedeztek azok a pedagógusok, akik itt dolgoztak. Ezzel kapcsolatban hoztam két idézetet, az egyiket Janda Józseftől, aki gyakran publikált a Hagyomány Szava című újságba a két világháború között, azt írta, a néphagyományoknak egyre szélesebb teret kell nyerniük a közoktatásban. Ápoljuk a tájszólással magyaros beszédet, a néphagyományok nemzeti múltunk legbecsesebb emlékei, az európai műveltség mellett őrizzük meg nemzeti sajátosságainkat. EU tagok vagyunk. Milyen aktuálisak ezek a 50 vagy régebben több évtizeddel ezelőtt leírt gondolatok? Európának nem uniformizált, szürke agyakra, emberekre van szüksége, hanem arra, hogy maradjon meg a nemzeti sokszínűségünk, és jó szakemberekként, büszke magyarokként, és büszke palóc polgárokként legyünk tagjai majd ennek a nagy családnak, hogy ott is megbecsüljenek bennünket. Másik idézet, amit mondanék, az a tanítóval kapcsolatos. Cserjési tanító úr írta az egyik könyvében, akinek az unokáját itt köszöntjük, hogy a falu népe 6 éves kortól egészen a haláláig a tanító gondjaira van bízva. Neki minden életformában szerepe van, a falu minden irányú művelése hivatásához tartozik. A hivatását ambícióval betöltő tanítónak a nép körében nagy tekintélye van.
A község apraja nagy ragaszkodással, bizalommal van hozzá. Osztoznia kell a falu örömében és szomorúságában is. Én úgy gondolom, hogy azok a pedagógusok, akiknek a neve itt már elhangzott, hogy hány évig, mivel járultak hozzá a helyi kultúra építéséhez, azok ilyen tanítók. Én egyébként a tanító szót nagyon becsbe tartom. Azt mondom, hogy ez egy nagyon jó magyar szó. A tanító, a mester, ahogy a régebbi évszázadokban nevezték a pedagógusokat, az valóban olyan tekintéllyel rendelkezett, olyan polihisztora volt a községnek, akire mindenki fölfigyelt. Szó se lehetett olyasmiről, amit most elborzadva hallunk, hogy megverik a tanárt. Persze erről külön érdemes lenne beszélni, hogy valószínűleg ottan mind a két oldalban van azért valami hiba. A könyvre, mert nagyon szalad az idő, könyvről annyit mondanék, hogy tulajdonképpen hosszú évek gyűjtő munkájának az eredménye. És úgy született ez, hogy ugye több levéltárban kutattam Jean Bockkal kapcsolatban, ahol azt is tudatosítani kellett sok helyen, hogy Jean Bock az Jean Bock, nem Jean Bék. Képzeljék el, hogy a Pest megyei levéltárban is találtam olyan fondot, rá volt írva, hogy Jean Bék. Azért kíváncsiságból kinyitottam, és látom, ha fenét, hát rólunk van szó, nem Jean Békról, amelyik ugye valamivel közismertebb, meg közelebb is van Pesthez. És amikor ide csoportokat hozok, hogy bemutassam a községet, akkor azok az emberek úgy mennek el innen, mert az a legfontosabb, tessék megjegyezni, hogy mi kötődik Jean Bockhoz. Hát a Pest megyei levéltárban, a Váci püspöki levéltárban, az országos levéltárban, meg a politikai történetiben, meg fővárosiba is, másfelé is, sok mindent összegyűjtögettem, abból született meg az az első könyve, Jean Bocki krónika. De ezen közben az ember olyan anyagokra is rábukkan, ami nem az éppen aktuálisan kutatott témához kötődik, de mégis megjegyeztem, mert egy kicsit az jutott eszembe, amikor a Valkai nagyapámmal mentünk az úton, és talált egy darab drótot, akkor fölvette, mert azt mondta, gyerek, jó lesz ez még valahol. Én is így vagyok, hogy ezek az anyagok még valahol majd más kötetekben is felhasználhatók lesznek. Mostan, ami a aktuális téma, amelyiknek az összegyűjtésével foglalkozom, kérem, az egy újabb kötet lenne, valami ilyen munkacíme van, hogy a Jean Bocki képes krónika, amelyik nem csak a kultúrával, meg az iskolával, hanem a teljességgel foglalkozik, a TS-ben végzendő munkától kezdve a disznóülésig, meg a különféle építészeti formákig, őrizzük meg mindazt, amit még meg lehet őrizni. Kérem, sürget az idő. Ezt a címet adtam a múltkorában az egyik cikkemnek, főként azokhoz az idősebb emberekhez fordulva, akiknek vannak unokáik, meg ilyen gyerekrokonaik, hogy meséljenek a gyerekeknek, hogy rakosgassák össze azokat az emléktárgyakat, fotókat, okleveleket, kitüntetéseket, stb., amiket ők életük során
megérdemelten megkaptak. Hogy ezeket a kincseket az ő elmenetelük után se dobja ki, esetleg egy olyan családtag, akinek ez nem jelent különösebb értéket, hanem azt mondja, hogy ezt az ócska göncöt nem takargatjuk tovább. Ne menjenek el, e helyről is kérek mindenkit, főként az időseket, ne menjenek el teli batyúval, ahogy Bartók írta, meséljenek a gyerekeknek. Azért hoztam létre a Tóth Alapítványt, hogy ismerkedjenek meg a mostani kisgyerekek azzal, ahogyan éltek itt évtizedekkel korábban. Ezért ilyen sokrétű annak a tematikája. És ez úgy néz ki, hogy a következő években is menni fog. Menni fog akkor, ha önök is akarják. Ez az egész munka, ez az egész hagyományőrzés. Ez nem lehet egy ember hobbija, az legfőjebb csak belelkesíthet. De ténylegesen a munka az mindannyiukra vonatkozik. És ami nagyon fontos, hogy nem csak most kell ezt, hanem úgy kell a gyerekeinket beoltani, hogy ők is tovább vigyék ezt a gondolatot, vallják ezeket a nézeteket, hogy az ő unokáik is őrizzék. Ez az igazi nemzetnevelési program. Ehhez kérem az önök segítségét, és még egyszer nagyon szépen köszönöm, hogy ilyen szép számmal megtiszteltek itt bennünket. Talán az ünnepségünk legkellemesebb része következik, egy kis megvendégelés. Azoknak, mindannyiunknak, amíg tanár úr dedikálja a könyvét mindazoknak, akik itt vannak és megvásárolták. Én remélem, hogy nagyon hasznos és kellemes délután töltöttünk itt együtt, és mindenkinek nagyon-nagyon köszönöm a megjelenését. Isten áldja meg Önöket!